Megtörténtek az intézményi összeköltözések a Kecskeméti Szakképzési Centrumban, nem lesz szükség online oktatásra. Ignác Bence főigazgató a tegnapi kiemelőben a nyílt napokról és a pályaorientációs rendezvényük sikeréről is beszámolt. Idén csak a főtértől a híres forrásszökőkútig és a Deák téren helyeznek fel a villanyoszlopokra ünnepi fényeket. A díszkivilágítást november 26-án az első adventi gyertyagyújtáskor fogják felkapcsolni. Két év után újra vidrák leltek otthonra a kecskeméti vadaskertben. A közönség akár már most hétvégén láthatja a jövevényeket a kifutóban. A KTV vallási magazinjának újabb adása holnap este 8 órakor várja a nézőket. A műsorban a kecskeméti pünkösdi gyülekezet Betlen körúton épülő új imaházát is bemutatják. A sűrű ködben egy balkanyarban letért az útról és egy farokásba csapódott egy autó Zsana külterületén. Hatan súlyosan, 9-en könnyebben megsérültek.